Óbánya, német nevén Altglashütte, egy Baranya és Tolna vármegyék határában levő szűk völgyben jött létre írtás településként 1711-ben. Az egyutcás zsákfalu eredetileg a Spesszárt hegység vidékéről betelepült üvegfúvók alapításában jött létre, akik elsősorban a Pécsi Egyházmegye, valamint a környező falvak számára készítettek különböző üvegtermékeket. Mivel az üveggyártás nagy mértékben igénybe vette a környező erdők fakészleteit, 40 év működés után a hutamesterek áthelyezték telephelyüket a Patakvölgy másik végébe, Kisújbányára. Óbánya ezt követően elsősorban vízimalmoknak, fafaragóknak, valamint fazekas mestereknek jelentett otthont. A faluban 89 ház található, melyek a mai napig őrzik a klasszikus fésűs beépítésű, oldaltornácos, jellemzően 19. századi sváb építészeti hagyományt. A szűk völgy jellegéből adódóan a szépen rendben tartott porták mögött hegyoldalba mélyülő pincék találhatóak. Az utcaképet a település közgyűlése védetté nyilvánította, ennek eredményeként a magyar községek közül Óbánya nyerte meg először a rendben tartott falvaknak járó Kós Károly díjat. A falu lakossága a II. Világháború idején volt a legnagyobb, ekkor 401 fő élt itt, mindez mára már életvitelszerűen mindössze 95 főt jelent. Napjainkban a falu elsősorban turisztikai célpont, az erre vonatkozó adatok szerint a lakosságot akár 10-szeresen meghaladja az itt legalább egy éjszakát eltöltött turisták száma.